Jó reggelt! Ma lecsos tojást teszek. Egy kis házi szalonna, és házi szalámi, kolbász bele. És csak megpirítsuk. És megy majd rá a lecsó, amit én saját magam tettem el házilag, otthon. Nincs benne semmi, csak a paprika és a paradicsom, mert egy kicsi só. A receptet megtaláljátok a YouTube csatornámon, a Szofi főzős vlogján, de ide is felrakom, az alatta a hozzászólásokban meglátjátok a linket. Fel is töltöttem. Kiros paprikát tettünk bele, hogy ne érjen meg, már egész el a paradicsomot. Lecsomok. Hát, egyébként a lecsó az egyik kedvencem, nyilvánvaló friss paprikából és paradicsommal finomabb, és frissen minden finomabb, de ez gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mert én tudom, hogy én tettem el. Megsózzuk. És hagyjuk, hogy rotyogjon tovább. Kicsit lefedem. Aztán. Jó, kb. Egy 5 percet hagytam főni, beletettem most az erős paprikát, kicsit feljebb húzom, mert hogy rotyogjon. Tenő bele, magam készítette sós fokhagyma. Ezt is megtaláljátok a YouTube-on, hogy hogyan készül. Meg ide is felrakom majd, hogy érdemes lesz követni jó kis praktikus tanácsokért, vagy esetleg a YouTube-ra feliratkozni, és ott is vannak nagyon finom, nagyon jó, praktikus dolgok. Igazi magyar házi a sételek, aki meg szeretne tanulni főzni, az akkor meg tud tanulni. Egyébként én reggelizni mindig szoktam, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ha nem az éhhibámon kívül történik az, hogy nem reggelizem, akkor nagyon-nagyon nem jó napom van. Akkor jobb, ha mindenki menekül előlem. De ha én hibámból nem tudok reggelizni, mert uton vagyok éppen nyaralni vagy valahova, akkor az más. Most egy kicsit lezárom, picit lefedem egy percre, és már készen is van, tálalhatom.